Szavaztok, szavaztok, újra itt vagyok, ez pedig a Mindenem Műsor. A mai műsorban a Monyós Sörfőzdének a Flying Rabbit nevezetű amerikán IPA stílusú sörét fogom leteszteni, ami 0,33% literes, 6,5%-os alkoholtartalommal rendelkezik. Nézzétek meg, így néz ki a címke. Amerikán Indian Pale Ale típusú felső erjesztésű szüretlen sör, összetevők víz, árpamalát, ami Pilsner, Karaplis Münich, Karamünich, Komló, Magnum, Citra, sörélesztő. Néz ki a hátulja az üvegnek. Ugye a kupaka, vagy a koronazár szokásos fekete. Új, nagyon szép a füstje, kérem szépen. Gyönyörűen jön ki az üvegből. De nagyon jó, nagyon szép. Töltsük ki a pohárba. Mi most is jött a füst, ahogy elkezdtem, de nagyon gyönyörű, szép, sötét, mahagóni színe van. Húha, nagyon szép hab fejlődött, gyönyörű szép a színe a sörnek. Mahagóni, sötét, részvörös színű, egyújni, nagyon szép ilyen barnás színű hab kerekkezett, átlagosan szénsavas, nagyon szépen jönnek fel a bubik. És úgy néz ki, hogy szépen tudja is táplálni magát a sört, illetve pedig az a jellegzetes, az a igazi fűszeres ipa. Nagyon finom, nagyon keveset van emellett, még érzek mellette mangót, egy kis marakujá, déli gyümölcsös beütést, nagyon finom illata van. Ideig első osztályú, jön a kóstolás, egészségetekre! Íze nagyon finom, nagyon, ez a tipikus ipa sör, de nem ez az angol, hanem az amerikai, ami nem annyira fűszeres kesenyés. Itt inkább ezek a, tényleg ezek a gyümölcsös, marakujás, déli gyümölcsös ízek érhetők tetten, és ez nem csak az illatára jellemző, hanem az íz is tartalmaz egy ilyen minimális beütést. Így van. Nagyon finom, nagyon jó íze van, itatja magát, kellemes. És ugye az 6,5%-os alkoholtartalom az elég jó, el van benne bújtatva, annyira nem ütközik ki. És ugye meg lehet tanulni, hogy a keserűsége az 61-es, a színskálán 12-es, hogy az ilyen szép, ilyen részvörös színű. És ugye 16,3%-os alkoholtartalma, vagy elnézést, nem alkoholtartalma, a száraz anyag tartalma a sörnek, úgyhogy nagyon finom, intenzív, mind illatban, mind megjelenésben, mind ízekben. És életekre. Így van, nagyon finoman tetten érhetők a ízek, amit mondtam. Nézzétek, sikerült végre összekevernem. És nézzétek meg, hogy keletkezett egy ilyen félúnyi hab, ami még ugyanolyan szép díszes, mint először. És így van, illata most már jobban elnyomja ezt a finom komlós illatot, a ugye, amit érezett többi összetevő, ez a déli gyümölcsös, ugye, ami, ugye nincsen velem ezt a komlónak meg a malátának köszönhet, szóval hogy azt higgyétek, hogy ebbe beletették a mangót, parakuját, nem. Ez a különböző komló és malátáknak a aromájából adódik. Tényleg illata, nagyon finom ez a marakujás, mangós, déli gyümölcsös, érezni benne a komlót. Tényleg nagyon jó produktum, egészségetekre. És ugye illik a pólóhoz, kérem szépen. Úgyhogy tényleg minden rajta van a üvegen, a címkén, mert meg tudjátok nézni, hogyha megállítjátok a videót egy pár pillanatra, a tárolás és hát a fogyasztási hőmérséklet minden nagyon szépen le van vezetve, úgy, ahogy ez egy igazi craft sörfőzőhöz, vagy kisüzemi kézves sörfőzőhöz illik. Csak gratulálni tudok a teljes palettához, mind megjelenésben, mind úgy, mindenben, összességében, tényleg. Ideig, amit tőletek kóstoltam sört, mindig nagyon finom volt, nagyon ízletes, nagyon zamatos, hozta azt, amit a címke tartalmazott, nem volt mellébeszéd, nem volt semmilyen, ami nem illik oda, csak a szintiszta élmény, ami a sörökhöz
kapcsolódik kis életekre. Minden korty aranyat kér, kérem szépen. És tényleg ez a 6,5%-os alkoholtartalom, ez nagyon szépen el van rejtve az ízek között. Nem érezni ezt a alkoholos túltengést. Csak azt érzed, ami benne van a maláta, komló, minden itt, hogy a citrusosság az nem jellemző ennél a fajta sörnél. De az intenzív gyümölcsi illat, amit ugye rájöttek az üvegre, ezt direkt ezt a részét meg sem néztem, nehogy az legyen, hogy előre elolvastam, és akkor így ezt most olvasom, én is nem néztem, mert tényleg csak a címkét mutattam a előző, előre vetítő adásban is. Úgyhogy ez volt tehát a mai műsora. Monyó sörfőzének a Flying Rabbit nevezetű amerikai IPA stílusú sörre. Úgyhogy délutánunként 16:30-tól a monyó sörök lesznek egy jó 2,5-3 héten keresztül. Aztán utána meglátjuk, hogy lesznek-e délutáni műsorok folyamatosan, vagy ugye a reggeli adások maradnak. Ugye a reggeli adást természetesen ugyanúgy megkapjátok, mint idáig, ez egyértelmű. És most ugye délutánonként ezek be lesznek iktatva, és ígéretem, hogy monyó kívül is, monyó sörfőz, de én kívül is lesz más meglepetés, amit egy másik sörfőző cég ajánlott fel nekem tesztelésre, nektek. Úgyhogy ez volt akkor a mai adás. Ne feledjétek, sörre fel, és inni kell. Szevasztok, legközelebb újra jövök.